Foglalkoztatási együttműködés indul Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, jelentette be a megyei közgyűlés elnöke. Sesták Oszkár hozzátette, a paktum célja, hogy összehangolják a foglalkoztatók és vállalkozók munkaerőigényeit az oktatással. Így olyan képzéseket indítanak majd, amelyekkel megfelelő szakemberek kerülhetnek ki a munkaerőpiacra. A stratégia alapján fog majd eldőlni. Ez is egy része a programnak, hogy megvizsgáljuk pontosan a mostani helyzet alapján, az adatokra építve, amik a foglalkoztatási főosztályról jönnek be. Remélhetőleg február végére készen lesz az a stratégia, amely alapján meg tudjuk határozni, milyen képzési programokat kell most a munkaerőpiac igényeihez igazodva ebben az évben, illetve a jövő évben elindítani. A munkaerőpiacot három tényező befolyásolja. Egyrészt a foglalkoztatottak száma, ami az elmúlt évben közel 3%-kal nőtt a megyében, közölte a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője. Másrészt csökkent az inaktívak száma és a regisztrált álláskeresőké is. Egy év alatt 7%-kal, tette hozzá Rezsőfi István. Most jelen pillanatban valamivel több mint 28 ezer fő regisztrált álláskeresőt tartunk nyilván, míg ugyanez a szám mondjuk 2010-ben ez megközelített a 70 ezer főt. Tehát látszik, hogy igen kedvező a tendencia. Nagyon fontos feladatunk a következő időszakban, hogy a meglévő munkaerőigényeket, amik jelentkeznek akár a top 5-11-es programból is, a paktumon keresztül, azokat tudjuk biztosítani rá a megfelelő munkaerőforrást, a munkavállalókat. A megyei paktum kerete 2,5 milliárd forint, ehhez szorosan kapcsolódnak helyi foglalkoztatási paktumok, amelyek további több mint 5 milliárd forintot jelentenek. Az együttműködés fő célja, hogy aki a kora miatt hátrányos helyzetű munkavállalónak számít, vagy közmunkaprogramban dolgozik, felnőtt képzés keretében vegyen majd részt az oktatásokon. Ezzel a kormány távlati célja, hogy ne a közmunkaprogram legyen az alternatíva, hanem az elsődleges munkaerőpiacra tereljék a foglalkoztatottakat. Erről a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár beszélt Nyíregyházán. A tervek szerint képzőszolgáltató központokat hoznak majd létre. Fontos célunk, hogy a képzések, hogyha szakmai képzésről van szó, akkor minél inkább olyan garanciákkal valósuljanak meg, ami arról szól, hogy a diákok valóban megkapják azt a tudást, amit a papírjuk bizonyít, és ugye mi úgy látjuk, hogy leginkább erre a szakképző állami szakképzőiskolák az alkalmasak, állami és egyházi szakképzőiskolák, ezért abban bízunk, hogy a paktunk során minél inkább, minél nagyobb számban az állami szakképzőiskolákban fog sor kerülni arra, hogy képzést kapjanak a felnőttek. Országosan 80 milliárd forint jut ehhez hasonló foglalkoztatási paktumokra, ebből többek között képzési programokat indítanak, munkaügyi támogatást biztosítanak a vállalkozóknak, de akár a munkába járási költségeket is finanszírozhatják. Más különböző szolgáltatásokra is fordítható a topos forrás, tette hozzá Odrobina László. Ha kell, akár tanulássegítő tréningre küldhetik a diákokat, vagy álláskeresési technikákat taníthatnak nekik.